Több tanár is pert indított, hogy megkapják a bankszámlavezetésük díját. Jelenleg csak a felét kapják vissza ennek, pedig a teljes visszajárna, ez pedig akár 80 ezer forint is lehet, legalábbis így számol a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Szerintük a Klebersberg intézmény fenntartó központ késik a kifizetésekkel, illetve adót és járulékot is vonnak belőle. A Kúria 2013-as határozata szerint a számlavezetési díjat, a bankkártya díját és a tranzakciós díjat csökkentés nélkül kellene megkapni a minden közalkalmazottnak, mivel a közszférában kötelező a bankszámla a bérek kifizetéséhez. Váli György egy miskolci gimnáziumban tanít történelmet. Három gyermeket nevel. Még korábban nyilatkozott az RTL híradónak, azt mondta, hogy nem mindenre elég az a pénz, amit hazavisz. Az ember megvesz egy történelmi folyóiratot, nem tudom, hogy luxus-e, nekünk ez az. Nyaralás nagyon nehéz, külön kell rá nagyon spórolni. A törvény szerint azért, hogy a fizetésüket megkapják, a pedagógusoknak bankszámlával kell rendelkezniük. Mivel ez kötelező, a törvényben az is benne van, hogy ennek költségeit a munkáltató állja. A legtöbb helyen azonban továbbra is a dolgozókat terhelték a banki kiadások. Több pedagógus is pert indított, hogy megkapja ezt a pénzt. A Kúria 2013-as határozata kimondja, hogy a teljes összeg visszajár a tanároknak. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint azonban a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ nem fizeti ki a teljes összeget, mert levonják belőle az adókat, járulékokat. A számlavezetési kompenzáció, ez költségtérítés. Egyszer már az adózott jövedelmünkből vonták le. A jog nem teszi lehetővé, hogy jövedelemként kezeljék azt, hogy TB-t, egészségügyi hozzáerőket és minden egyebeket vonjanak belőlük. Ez így megkapott összegek nagyjából olyan 50-60%-át jelentik annak, ami valójában jár. Mendrei László szerint egy pedagógusnak viszont minden forint számít. Úgy számolt, hogy a maximális összeg 80 ezer forint is lehet. Kinek melyik banknál van a számlája, mennyi a fizetése, tehát ez mind befolyásolja. A maximum az olyan 80 ezer forint lenne nettóba, amit ki kell fizetni, a minimum pedig olyan 25-30 ezer forint. Kerestük a Klikket is, hogy megtudjuk, miért adóztatják meg a kifizetéseket, és számíthatnak-e arra a pedagógusok, hogy a teljes összeget megkapják, de adásunkig nem kaptunk választ.